Az elmúlt években volt, hogy rekordot is döntött a bárányhimlős megbetegedések száma. Éves szinten közel 40 ezer jelentés érkezik a megbetegedésekről, de a valós adat ennek akár a duplája is lehet. A fertőzés klasszikus szezonja a tél és a tavasz. Ez a cseppfertőzéssel terjedő betegség az egyik leggyakoribb a gyermekek között. A bárányhimlő a herpes csoportba tartozó vírus. Átlagos lappangási ideje 11 és 21 nap között van. Hólyagos kiütésekkel, az első héten pedig lázas panaszokkal jelentkezik. A legtöbb gyereknél viszont napokkal előtte már fejfájás, szédülés és rossz közérzet jelzi a fertőzést. A megbetegedettek közel 80%-a 15 év alatti gyermek, ám világszerte tapasztalható, hogy az elmúlt 20 évben a betegség kitolódott a serdülőkor felé, és ezzel párhuzamosan nőtt a komplikáltabb, kórházi ellátásra szoruló esetek száma. Az egészségügyért felelős államtitkár múlt héten bejelentette, hogy szeptembertől a kötelező védőoltások közé tartozik majd a bárányhimlő elleni vakcina is. Egy olyan fertőző betegségről van szó, amely nagyon nagy tömegeket érint, és egyáltalán nem egy jóindulatú fertőző betegség. Csak annyit mondhatnék, hogy a bejelentésre kötelezett betegségekből, ami kötelező az orvosoknak a komolyabb megbetegedéseket bejelenteni, a tiszti orvosi szolgálatnak, annak több, mint a felét a bárányhimlős betegek adják. Most, hogyha eljön az az idő, amikor ősztől, amikor védőoltásban részesülnek a kicsi gyerekek, akkor ez a betegség feltehetően teljesen visszaszorul, akár el is tűnhet, hogyha ez 100%-os védőoltás lesz, amiben nagyon reménykedünk. A védettség kialakulásához két oltásra van szükség. Ezek élő, de nagyon legyengített kórokozókat tartalmaznak, ezért majd csak egy-másfél éves korban kapják meg a gyermekek az elsőt. A két vakcina beadása általában 4-6 hét különbséggel történik. A betegség elleni védőoltás több mint 20 éve elérhető hazánkban, eddig azonban 20 ezer forintnál is többe került a szülőknek. Mivel ez ingyenes oltás, tehát a kötelező oltások keretébe történik, ezért ezt az állam teljes mértékben fedezi, a beoltásért nem kell fizetni, a szubkután adjuk, a bőr alá adjuk ezt a vakcinát, és gyakorlatilag csak annyi a teendője a kedves szülőnek, hogy a védőnő, ha kiértesíti őt, hogy jöjjön fel védőoltásra, akkor időben, meghatározott időben, egy tanácsadás keretében eljön és beadjuk. A bárányhimlőnek, mint vírusfertőzésnek lehet olyan komoly, egész szervezetre kiterjedő hatása, mint például a tüdő vagy agyhártyagyulladás, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség, ezért is értékelik pozitív hírként a gyermekorvosok, hogy kötelező lesz a betegség elleni védőoltás szeptembertől, tette hozzá dr. Újhelyi János. A gyermekorvos azt is kiemelte, a magyar oltási rendszer az egyik legjobb a világon. 98%-os átoltottsággal szinte magyarországi az egyik legjobb eredmény világszerte. Ennek is köszönhető például, hogy amíg más országokban elterjedhet a kanyaró, nálunk a nyáj immunitásnak köszönhetően nem alakulhat ki járvány. Ez azt jelenti, hogy ha egy közösségben elegendő számú ember kap védőoltást, akkor az adott betegség nem terjedhet el.